És március, az első tavasz hónap közepe, kimondottam ilyen egyszerűen. Ne félj! Ne féljen senki sem! Ne féljetek, nem tüzesednek át halk hangolás után a versorok. Nem temetni, nem lázítani, csak figyelmeztetni akarok. Oly csendben ő a versen, mint a fű, s úgy duzzad, mint a rügy duzzad a fán. Nem szavalok, szavaltunk eleget, nagyon sokat, március ittusán. Volt egy tanítóm akkor, igazi nagy nevelő, gyökérig leható. Ő mondta, csak úgy ünnep ez a nap, ha munkát s imád összefoglaló. Magányos hangját zsivaj nyelte el. Lavína dörgött, most kő alatt, számunkra csak egyszerű növekedés, valóban munka s imádság maradt. De szállni kell munkához, imához is. Szállj, mely röpít, és forrás, amely enyhe. Dört szárny, beomlott kútfő, mégis ünnep, mégis üdvösség az a régi nap. Testvér, látod, nem járok tilosban, de te is hidd, nem tilalmas dolog megsimogatni otthon a fiókban egy boros, régi kicsi szalagot. Aztán menni a hétköznapok útján, császárnak megadni, ami az övé, maga részét minden hatalomnak, de Istennek is, ami Istené. Tisztelet! Ráckeret újra város. A középkori település Sipon király 1404-ben emelte mezővárosi rangra, amelyet a város polgárainak a kiegyezést követően le kellett mondani. Ízlelgettük napok, hetek óta, mit jelent a szó, mit jelent a jogállás. A település korábbi és mai lakóinak
várólára, töltse be a hazában a méltó helyét, szeretni és adja meg mindazt nekik, és az ide láthatatok számára, amit várunk tőle, amit nyújtani képes földjével, vizével, levegőjével, történelmével és jelenével, a benne élő lelkével. Mit fejezi ez a tartalma, értelme, a nyelvészet, a geográfusok, a település tudósok megfogalmazása szerint? Értelmes közöttára a következőket írja. A város a falunál, illetve községnél általában nagyobb lélekszámú, forgalmasabb, rendszerű zárt, emeletes építkezésű, közművesített, különleges jogállású, főként ipari és kereskedelmi jellegű település, valamely vidék gazdasági és művelődési központja. A meghatározás tudományos eszközökkel minősítő kategóriákat adja körül a terminológia szabályai szerint a jellemző tényezőket. Értelmünk elfogadja, befogadja a tételt, de vajon elégségesek-e a racionális következtetés ahhoz, amit az ember teremtett, alkotott maga és kitartása számára. Ezek kizárólagosan csak akkor elindultak érvényel, ha céljuk, értelmünkben nemes érzelmek motiváját tettek. Történelmi tények bizonyítják előveink szorgos munkáját, a múlt emlékeink ékes szóval igazolják mindenki számára. Úgy dolgoztak, hogy gondoltak a jövőre, követendő példákat, értékeket hagytak utódaikra. A település, a városság, a benne élő ember beszélt. A cím, a rang ezt mutatja kifejezésre, mint ahogyan az napjainkban és a 15. században is történt. Biológia törvénye szerint a gének örök. Állalunk kell történelmünket, cselekedeteinket, tetteinket, a múltat és a jelent, a jót és a rosszat, hogy hasznosíthassuk jövő építéséhez tanúságot. Újra várost érzünk. Magunknak, utódainknak, a haza minden polgárnak, az ember. Annyival vagyunk, leszünk többek másoknál, amennyivel többet teszünk érte, gyarapodjuk maradandó értékét. Fejlődését elősegítenek nekünk, akik itt élünk, elsőre kötelesség. Mások hozzájárulását ehhez ne köszönjük. Szép és jó ez a kis hat. Nem csak a városban élünk, azoknak is, akik ide látnak, élvezik klímáját, történelmi levegőjét, tennék szeretet. Ne kérjük, igyekezzünk barátságosan, vonzóvá, kedvességben még itt létünk körül. Mi is így várhatjuk másoktól, földünk és magunk megbocsátást. Tenni valóink nem kevesebb. Gazdasági gondjaink mellett is erőteljes tempóval kell haladnunk az élet feltételek kedvezőbbé tétele. Sok még a pótolnivaló, a lakosság egészségügyi ellátásában, az oktató nevelőnek a feltételeinek javításában, a közműhálózat fejlesztésében, a kereskedelmi cégek mennyiségének növelésében, a lakossági szolgáltatások bővítésében, környezetünk megvédésében. Ennek előteremtésében a feladatok megvalósításában gondolnunk kell a társadalmi és a vonzás körzet lakosságára, ugyanis a városi funkcióból ez szükségszerűen követ. Ebben számítanunk kell a gazdaságaink jól működő, eredményes munkájára, a társadalmi szervezetek összehangolt, serkentő, szervezet, lendületes kezdeményezéseire, az információ szolgáló tartalmas tevékenységére, teljes egyetértésben mindazokkal,
jelentsen maradandó örömöt mindannyiunk számára. 1989. március 1-en Ráckeve várossá nyilvánításának napja. Teljes önbizalommal vállaljuk a vele járó kötelezettségeinket, bizonyságául annak, hogy szép és jó itt élni. Egy új megközelítés.
kívánom, hogy azok az elhatározások, amelyek ilyen ünnepi pillanatban, mindnyájunkban megfogalmazódnak, ezek az elhatározások cselekvési formálódjanak, és önök, mint városi polgárok, büszkén, öntudatosan, boldogságban és békességben éljenek a város.
előterjesztés sáv védkritikát teszi meg, amelyekhez rövid szóvaló kiegészítés. Tisztelt tanácsülés, tisztelt tanácstagok, kedves vendégek! Arra kérjük most a tanácstagokat, hogy alkossunk rendeletet. Közismert, hogy ezek a rendeletek a ráckevei lakosoknak, az ide látogatóknak, az itt dolgozóknak jogokat állapít meg, kötelezettségeket ír elő. Tehát nagyon fontos teendő következik most. Éppen ezért, valamint a mai kuratta követelményeket figyelembe véve, társadalmi vitára bocsátottuk mindkét rendeletet. És engedjék meg, hogy mind a kettőt egyszerre fűzek szóbeli kiegészítőt. Több mint 100 ember nyilváníthatott közvetlen véleményt mindkét rendelettel kapcsolatban az elmúlt hetekben, valamint számtalan azoknak a száma, akik kizárólag a címer és zászló kérdéséhez nyilvánítottak, fűztek véleményt. Nagyon fontos, nagyon hasznos ötletek érkeztek ehhez, tanácstagok kezében van az eredeti tervezet is, valamint a mostani is. Ebből észrevehető, hogy elég vaskosan, elnézést a csúnya szóját, átdolgoztuk ezt a rendeletet. Most kérjük, hogy ebben foglaljuk állást. A szervezeti és működési szabályzatunk, ami elég hivatalos jellemzetű, de a helyi testület, valamint annak szerveinek a működési szabályait rögzíti. A jelenlegi, a városi jogállásváltozás miatt szükséges módosításokat eszközölni ezen, de mindenféleképpen fel kell hívni a figyelmet. Ugye korábban, elmúlt évben azt kérte a május 21-én megtartott népszavazás az elnöki tanácstól, az akkori indokó és körülmények figyelembevételével, hogy Szigetbecse, Makád, Lórév, Ráckeve városrészeiként működjenek tovább. Tekintettel arra, hogy ez év januárjában az országgyűlés módosította az alkotmányt, és lehetőséget teremtett arra, hogy város is alkothat közös tanácsot községekkel, tehát más jogásbeli településekkel, így az elnöki tanács ennek figyelembevétel meghagyva ezen települések önálló státuszát, Ráckevét minősítette várossá, és előírta, hogy közös tanácsként kell működnünk a jövőben ezzel a három községgel. Erre vonatkozóan tartalmaz változásokat a szerződés és működési szabályzat. A másik rendeletre szeretnék kitérni, és talán erre több figyelmet szentelni, és őszintén meg kell mondani, nagy viharokat váltott ki, különösen a címer és a zászló alkotásával kapcsolatos javaslatunk. Indoklásképpen, aki nem vett részt a vitában, el kell, hogy mondjam számukra, volt egy 1970-es évek közepén alkotott egy újabb ráckevei motivumokkal díszített címerrajz, amit 1986-ban a Végrehajtó Bizottság javasolt Ráckeve címerén. Akkor nem fogadtuk, nem terjesztettük a tanács elé ezt, vártuk, hogy a városi címmel kössük egybe. Időközben felmerült, igaz, korábban is köztudott volt, hogy Ráckevének van egy 469 éves eredeti címere. Nagy mértékben megoszlottak a vélemények ez ügyben, hogy a régi eredeti címerünket állítsuk vissza jogállásába, vagy pedig ezt az újabbat, Ráckevére nagyon is jellemző motivumokat tartalmazó címer rajta. A sima közvéleménykutatás alapján az újabb motivumok tetszettek az állampolgároknak, de amikor a fórumokon összejöttünk és elmeséltük tanácstagok, szakemberek segítségével, hogy az eredeti 469 éves címerünk milyen történelmi hagyományokat hordoz magában, akkor szinte egyöntetű volt a vélemény, hogy akkor ezt az eredeti címet alkossuk meg újra. Sajnálatos, hogy most nem tudjuk a tanács elé terjeszteni a címerre vonatkozó javaslatunkat, hiszen az érvényen lévő minisztertanácsi határozat központi szervekkel való előzetes egyeztetést kér a tanácstól. Mi ezt a viták tapasztalatai alapján az eredeti címerünkre fogjuk megkérni, és ha megjön, akkor a legközelebbi tanácsülés elé fogjuk terjeszteni döntésre. A másik rendelet tervezetről, ami helyi elismerések, kitüntetések alapításáról szól. Minden településen szokás, különösen városokban, hogy akik a személy vagy gazdasági szervek különösen hosszú időn keresztül jó eredményekkel segítik a település fejlődését, vagy egyéb más módon a település működését, elismerésben részesítik. A városi címhez kötődően Pro Urbe Ráckeve elismerést kérjük, hogy alapítson most a tanács. Emellett díszpolgári cím alapítására is megkérjük, amit először 1990-ben lesz módja a tanácsnak odaítélni, ha a döntés most így születik meg, valamint a társközségek számára
községért emlékének alapítására teszünk javaslatot. Egyébként ilyen elismerések alapításával a vitában vélemény nyilvánítók túlnyomó többsége pozitív vélemény nyilvánít. Köszönöm szépen! Hoppa!
Hivatalosan két hete, szimbolikusan fél órája Rászkevei város tanácsának elnöke. Először is gratulálok. Azt szeretném kérdezni, hogy ez az oklevél, ez mit jelent? Azt jelenti, ez valaminek az elismerését jelenti, vagy valaminek az előlegzését? Tehát azt jelenti szó szerint, hogy város lettél, vagy azt, hogy legyél várossá? Mind a kettőt jelenti, én úgy vélem. Tisztelet annak, hogy az itt élő emberek várossá tették munkájukon keresztül ezt a települést. Bizalom és elismerés, és várakozás is az iránt, hogy Rászkeve mit tud tenni a jövőben. Nem csak önmagáért, hanem azokért a településekért, amelyek a vonzás körzetébe tartoznak, tehát tudja-e teljesíteni azokat a funkciókat, amelyek a középfokú ellátása vonatkoznak. Ezt jelenti a városi cím és a rang. Ha ez a kettőség jelen van, akkor örülnék, ha felsorolna néhány faluszerű jellegzetességét a mai város, mai település arcának, és néhány városszerű jellegzetességét konkrétan. Hát ami még a falura emlékeztet, elsősorban talán az, hogy ez a zár tömör beépítés nem tudta még kiküszöbölni, újjáépíteni, újjáalakítani valamennyi részét a városnak. Sajnos van még sok portalanított utcánk, nagyon kedvesek, nagyon hangulatosak ezek, de bizony, amikor téli időszakban vagy tavasszal tengelyig ér a sár, akkor nem kellemes rajta járni, és ez egy kicsit a falura emlékeztet. Természetesen ezentúl vannak más hasonló jellemzők is, de talán ez a legszembetűnőbb. Ami a városi arculatát jelenti, az a megújhodás, ami az itt lakó polgárok által történik. Elsősorban én úgy gondolom, szellemiekben város a város. Természetesen azok az alkotások, és itt nem csak a lakóházakra gondolok, hanem képzőművészeti alkotásokra, olyan középületekre, amelyek már jelzik a közeljövőt, akár a távolabbi jövőt is, azok a beruházások, amelyek folyamatban vannak, akár megújítják egy régebbi épületünket, mint például a művelődési házat, vagy az egészségügyi központ létesülő épülete, amely nem sokára már látható falakkal jelzi ezt a nagyon fontos feladatot, amit el kell látnia az egészségügy részéről a lakosság szolgálatában. Ez már város. Beszédében azt hangsúlyozta, hogy a várost a benne lakó ember teszi várossá. Mi jellemző a városi emberre? Mik a jellegzetességei? Mitől lesz városi egy település lakója? A március 15-i ünnepi beszédben az hangzott el, hogy tanulnia, épülnie, művelődnie kell, elnézést, a városi embernek. Döntő módon ezt kell cselekedni. Azt hiszem, nagyon sok teendőnk van a mai derékhadnak. Abban, hogy a fiatalok, akik tanulnak, nem csak az iskolai tanulmányok folytatására gondolok, hanem arra is, hogy emberséget tanulnak az elődeiktől, szülőiktől, megtanulják azt a közösségi munkát, amelyet nem csak embertársaikkal szemben kell gyakorolniuk, hanem gyakorolniuk kell a nagyobb közösséggel, a város lakóival szemben is. Nagyon nagy szükség van erre. Úgy szokták mondani, ez a kohéziós, ez az összetartó erő, amire lehet építeni ezen túl sok minden mást. Egy kis füzet Rászkeve város főbb jellemzői címmel. Azt kérdezem, mennyire fog ez elavulni 2000-re? Nagyon bízom benne, hogy mindenben. Ugyanis itt arról van szó, hogy meg kellene haladnunk azokat a, így szokták nevezni,
jellemző mutatókat vagy statisztikai adatokat, amiket tartalmaz a füzetecske. Hát itt szó van arról, elsősorban népességmozgalomban, hogy többen fognak születni Ráckevén. Én említettem az ünnepi beszédben, hogy a megye legkisebb népességű városa Ráckeven. Bízom benne, hogy ebben is gyarapodunk. Kevesebben fognak elhalálozni. Reméljük ehhez a körülmények, nem csak a földrajzi körülmények, az élet egyéb más területen jelentkező városi ellátási feltételek is olyanná válnak, hogy meghaladjuk ezeket a számadatokat. Természetesen abban is, hogy a teljes lakosság egészséges, vezetékes vízzel lesz ellátva, ki tudjuk terjeszteni a csatornahálózatot, és mindazokat, amik ma hiányzó közintézményeket is meg tudjuk építeni, ami még inkább kiszolgálja a lakosságot e tekintetben. Vagy régi épületeinket méltóképpen meg tudjuk óvni, restaurálni, felújítani. Ez a törekvésünk. Az egészséges körülményekről és életmódról eszembe jutott, hogy Ráckevét nem csak a házak és a házak és az utcák teszik várossá, hanem nagyon fontos tartozéka ennek a településnek a Duna. Mi lesz ennek a nagyon elhanyagolt folyó ágnak a sorsa, és a városnak lesz-e nagyobb hatalma, ereje, hogy ennek a megmentésén munkálkodjon? Úgy gondolom, elsősorban ezt az évezredes vagy több évezredes kis folyócskát nagyon meg kellene becsülnünk. Nem csak azért, mert halat ad a horgászoknak, lehetőséget biztosít a sportolni vágyóknak, úszóknak, evezősöknek, vitorlásoknak, hanem azért is, mert a legnagyobb vonzó ereje az idegenforgalom számára, az ide látogatók számára. Ilyen szempontból ez nem csak Ráckevéjé, ez Pest megyéjé, az egész országé, talán úgy is lehetne egy kis nagyzással mondani, hogy az egész földé, a föld népességé. Sajnos az a gond, hogy nem fordítottunk rá elegendő figyelmet, gondosságot, és valamit helyrehozni sokkal nehezebb, mint újat alkotni. Abban bízom, hogy a miniszter tanács, ha ebben az 5 éves tervben már nem is, de a következőben, a 8. 5 éves tervben Ráckevét kiemelt üdülőterületként kezeli, és ez több anyagi lehetőséget is biztosít arra, hogy megvédhessük ezt a folyót. Természetesen ebben is a legnagyobb felelőssége azoknak van, akik itt élnek. Mert egyrészt nekünk is kötelességünk védeni, helyrehozni, helyreállítani, de erre kell nevelnünk azokat, akik ide látogatnak. Türelemmel, barátságosan, kedvesen, mert az ellenségesség soha nem szült semmi jót. Erre is vonatkozik. Igen, bár kétségtelen, hogy a mi felelősségünk is, de azért elsősorban gondolom azoknak az üzemeknek a felelőssége, amelyek följebb vannak és évtizedek óta sok szemetet és vegyi anyagot, mérgező anyagokat ide bele engedik. Hogy lehetne ezt megakadályozni? Született már egy kormány határozat erre 1973-ban, úgy ismerik, hogy 1043-as kormány határozat, amelyik megtiltotta már akkor, hogy akár tisztított szennyvizet is belevezessenek ebbe a Dunába. Sajnos a könnyebbik utat szoktuk választani, amikor nehézségeink vannak. Meggyőződésem, hogy a vállalatok sem szánt szándékkal szennyezik ezt a vizet, hanem keresték az olcsóbb megoldást. Olcsóbb? Nem valószínű. Inkább bírságot. Mert bírságot fizetnek, és ez nagyon komoly nehézségeket ró rájuk. Bízom benne, hogy azok az elképzelések, amelyek a Csepel-sziget, nem csak Ráckeve, a Csepel-sziget és a Ráckevei Duna megvédését célozzák, mielőbb valósággá válnak. De itt szót kell arról ejteni, hogy nem csak terveznünk kell, hanem ezeket a terveket végre is kell hajtanunk, meg kell valósítanunk, vagy legalábbis annyit kell terveznünk, amire erőnk futja, kárt meg ne okozzunk.
Van egy szóösszetétel, amelyben már eddig is szerepelt a város szó. Ez pedig a városháza. Mi lesz a városháza sorsa? A Tornyos városházára gondolok. Mikor költözik oda a városi tanács? Reméljük a következő 5 éves tervben meg lesz az anyagi feltétel ahhoz, hogy a restaurálás megtörténjék. Elkészítettük a terveket arra vonatkozóan, hogy a felújítás mire terjedjen ki. Természetesnek találom, hogy az egész épületet olyanná kell tenni, vagy megközelítőleg olyanná, mint amilyen 1901-ben volt, amikor építették. Ehhez nagyon sok pénzre van szükség. Első lépésként a tanács múlt évi döntése értelmében minden felújítási pénzeszközünket, ami rendelkezésünkre áll ebben az évben, a következő években, a megóvására kell fordítanunk, tehát hogy az állapota ne rosszabbodjék tovább. Jelenleg 2 nagyon nagy beruházás köti le az erőnket, az anyagi erőnket is, és a fölkészültségünket is. Ez az egészségügyi központ, a másik pedig az általános iskola helyzetének javítása. És mellette oda tenném, hogy a művelődési központ felújítása, valamint a könyvtár legalábbis az építménynek a tetőszerkezete megjavítása. Bízom abban, hogy 1991-ben, amikor majd az országgyűlés jóvá hagyja az új gazdálkodási rendet a tanácsok számára, ebben bővülő anyagi lehetőségeket is lehet találni. Elsősorban azt, hogy a helyi bevételek itt maradjanak, és ezek képezzék a lakossági, illetve az általuk megbízott, választott tanácstagoknak a döntését. Tudom, közel áll a ráckevei emberek szívéhez ez az épület, de nem csak a ráckeveiekéhez. Mindenkiéhez, aki értékeli a múltat, annak hagyományait, látja ennek az épületnek érzelmekre ható voltát. Az előbb beszéltünk már a nevelésről. Ez a kiemelkedő épület, amely megélte már 88 év viharát, sok mindent látott, beszélni ugyan nem tud, de mutatni igen. Most nem nagyon derűs a kép. Várhatóan a ráckevei ember beavatkozásán keresztül majd mosolygósá is lesz. Ráckev egyik jelképe ez a városháza, a másik jelképe a címer. Mi a véleménye a címer vitáról, ami a községben lefolyt? Én nagyon egészségesnek tartom, mert benne van az a szándék, hogy tiszteljük a múltunkat, de haladnunk is kell. A címer és a zászló az régi hagyományokat ápol, és a ráckevei ember hagyománytisztelő ember. Ragaszkodik ezekhez. Elhangzott a tanácsülésen, hogy bár nagyon tetszetős az a motívum, vagy motívumoknak az összege, ami egy újabb stilizált címerbe jelentkezne, mégis ennek ellenére úgy is lehetne mondani talán, hogy az egyszerűbb, de a régi, szabad legyen a kifejezést, úgy is használom, hogy ősi címer az, ami az emberek többségét hozzátartozónak érzi. Tehát magát hozzátartozónak érzi. Az nem baj, ha sokan tudnak erről, hogy választani is lehet. Mert hiszen a döntéseknél milyen az a döntés, amiből csak egyet lehet választani. Megvitatni a dolgainkat, a közös dolgainkat, azt együtt szokásos. És lehetőleg mindenki véleményét ötvözni kell a mondani valóba, illetve a döntésben. Szabad legyen egy kicsit anakronizmussal szólnom. Talán még az óvodásoknak is meg kellene ezt vitatni, mert végeredményben őket foglalja majd szolgálni. Minket is, de a jövő nemzedékét még inkább. Azt hiszem, úgy gondolom, a régi címer mellett fog voksolni Ráckeve lakossága, és miután ezt az illetékes hatóságokkal megbeszéltük, erre vonatkozik majd a döntés,
És amikor ez a döntés is megszületett, akkor lesz gondunk rá, hogy a címer láthatóan meg is jelenjen, ne csak a gondolatunkban vagy a szívünkben. Egyébként úgy gondoljuk, készültek tervek a Ráckevei újság címlapjára, és annak tetején ott szerepelne a város által elfogadott új címer. Majd megmutatom annak idején a változatokat. Hát a szabad ez annyit hozzáfűznöm, hogy így legyen. Ha jól tudom, akkor most Ráckeve város része lett három település, Szigetbecse, Lórév és Makád. Mennyire van módja majd ennek a három településnek megőrizni régi arcát, vagy mennyire olvad bele a városba, mert nem volna igazán jó, hogyha például ezek a régi, ősrégi nevek elvesznének. Milyen a jogállása, milyen lesz a helyzete ezeknek a településeknek Ráckevéhöz és Ráckevével? Eredetileg így volt az elgondolás, hogy város részei lesznek Ráckevének, Makád, Szigetbecse és Lórév. A népszavazás is emellett döntött. Megértették az emberek, föltehetően kedvezőbb körülmények közé kerülne majd a jövőt illetően ez a három település, társközség. Az elnöki tanács azonban így utólag úgy vélem, nagyon bölcsen azt mondottam, hogy Ráckeve legyen város, a társközségek őrizzék meg arculatukat, őrizzék meg nevüket, és ugyanúgy, mint ahogy korábban, alkossanak közösséget Ráckevével, társközségek formájában. Ez a státusz azt hiszem kifejezi önállóságukat, hiszen az elöljáróságok eddigi benyomásaink és tudomásunk szerint nagyon jól működnek, jól szervezik a lakosságot, és a tanács testületi ülésein tolmácsolják a lakosság szándékát, igényét és várakozását most már a város intézkedéseivel kapcsolatban. Meg kell őrizni mindazt a jó hagyományt, ami ezeken a településeken megvan. Az, hogy Makád egy ősrégi magyar település. Lórévnél azt, hogy nemzetiségi település, szerb település. És ebben hihetetlen nagy erő rejlik a lakosság összetartó képességét illetően. És az, hogy sokszínűvé válik ez a népesség, amelyik itt él Csepel-szigetnek a csücskén. Szigetbecse pedig ugye egy lakosságának egy része németajkú, ott is őrzik a hagyományokat. Én azt hiszem, különösebb panasz eddig Ráckevére nem nagyon lehet. Mert amikor a fejlesztésükről volt szó, akkor elsősorban ezeket a településeket próbáltuk olyan helyzetbe hozni, hogy a lakosság alapellátását biztosítani tudjuk. Például Makád, az új általános iskola építése, a vízhálózat építése, most Szigetbecsén az iskola bővítése, a vízhálózat építése, Lóréven korábban a vízhálózat építése, és talán úgy néz ki, közelébe kerülünk annak, hogy Lóréven a vezetékes gázhálózat is megépüljön. Ráckeve idegenforgalmi központ, vagy egyre inkább azzá válik. Remélem nem a harsány, ricsajos turizmusnak lesz a központja, mint jó néhány történelmi helyünk. Milyen arcot szeretne Ráckeve mutatni, vagy mit szeretne, hogy az innen eltávozó vendégek milyen hírét vigyék el a világba? Hát én úgy gondolom, hogy szerencsére nem harsány, és talán nem is válik azzá. Nem olyan a környezete, nem olyan a milliője. Én úgy gondolom, az volna jó, és talán ilyen benyomást is szereztek már, akik idejöttek és innen eltávoztak, hogy az itteni ember befogadókész, barátságos, ahogy ezt általában a magyar emberre szokás mondani, vendégszerető. Biztos vagyok benne, hogy azok a feltételek, amikről az előbb szó esett, tehát itt a főbb jellemző adatokra utalok, hogy e tekintetben is tudunk majd többet nyújtani. Egyelőre ez az ördögi kör alakult ki, hogy kellene az ellátás, kellenének a szolgáltatások, és ennek következtében nem jönnek ide, mert nincs kellő módon az idegenek, az idegen forgalom, vagy akár honfitársaink más területéről az országnak, de az is baj, hogy hát azért nem jönnek, mert nincs. Ugye? Létesíteni pedig
bajmi nehéz dolog, mert szezonális jellegű ez, bár hozzáteszem, hogy akik Ráckevén rendelkeznek üdülőtelekkel, üdülőépületekkel, Budapest közellévén, hát a túlnyomó részt budapesti lakosokról van szó, azok még téli időszakban is eljönnek, ha befagy a Duna, akkor egyet csúszkálni, korcsolyázni, léken horgászni. Úgyhogy itt nálunk a szezon, az nem 6 hónapos, mint ahogyan ez a Balatonon vagy a Velencei tavon van. Mégis szükséges volna ehhez, hogy tényleg a központi jelleg, a szervező jelleg, az ellátási funkció egy kicsit növekedjék. Bízom benne, ha kiemelés megtörténik, kiemelt ellátáshoz azok az anyagi erők és eszközök rendelkezésre állnak, amit úgy gondolunk, hogy el fog ismerni a kormány, akkor ennek sem lesz akadálya. Még egyszer gratulálok az immár 3/4 órás városi tanácselnöknek, és köszönöm a beszélgetést. Köszönöm én is a beszélgetést, és nagyon remélem, hogy mindaz, amiről itt beszéltünk, ami egyelőre úgy fogalmazódott meg, hogy szeretnénk, szándékozunk megtenni, ez valóra is válik.